Szeretnék egy olyan világban élni, ahol tisztelik a gyerekeket, és az ő érdeküket nézik, védik, képviselik. Felnőttként szeretnék egy olyan világban élni, ahol minden gyereket tiszta szívből szeretnek, és olyan világban éljenek, amelyben megtanulnak bízni önmagukban. Azt is szeretném, hogy a gyermekeim egy olyan világban éljenek, ahol szabadon, önfeledten tudnak játszani. Egy olyan világban szeretnék élni felnőttként, amelyben minden gyerek iskolába jár. Felnőttként tanulni szeretnék majd a jövőbeli világ gyermekeitől. Írja mindezt egy 16 éves kamaszlány az egyik közkedvelt internetes mediális felületen, nekünk felnőtteknek üzenve, hogy képbe kerüljünk, a mai gyerekek milyen világban szeretnének élni. Könnyen meg lehet, hogy a pozsonyi születésű Brunswick Terézia valami hasonló ötlettől vezérelve 1828-ban létrehozta Közép-Európa első kisdedóvó intézetét, az úgynevezett angyalkertet, és még ugyanebben az évben megkezdhette működését az első vidéki óvoda Besztercebányán. Az első óvoda színhelyéül édesanyja budai bérháza szolgált. Az angyalkertet 2 és 7 éves korú gyerekek látogatták, és angliai mintára férfi tanítók vezették. Széleskörű elemi oktatás folyt itt. Nos, valószínűleg a mai gyerekek is csak ennyit kérnek tőlünk. Odafigyelést, törődést és szeretetet. Az országban az óvópedagógiai társadalom szintén érzi, hogy itt és most szükség van a figyelemfelkeltésre. Éppen ezért 2015-től ebben az országban az óvodák napja keretében az óvónők figyelmeztetnek arra, milyen fontos státusszal bír az az intézmény, ahol a családból kikerülő 3 éves kisgyermek szép lassan önállósul, s mint a szivacs szívja magába a tudást, amit elsősorban a családi és az óvodai környezet biztosít számára. Nagy a felelősség, ami osztódik óvónők, szülők, településvezetők között. Az idén először Kovács Lívia igazgatóasszony is úgy érezte, kell egy ilyen találkozás. S most kivételesen nem azért jöttek a szülők az óvodába, hogy meggyőződjenek arról, milyen versikékkel, dalocskákkal bővült a gyerekek repertoárja, hanem éppen az ő és szüleik kedvét keresve a Pap Katalin Magánművészeti Alapiskola zenei oktatói és növendékei megmutatták, hogy nem csak kötelesség van az iskolákban, de akár zenélni is meg lehet tanulni, ha eljön az ideje. A zenei bemutatkozást és közös éneklést egy kis táncház követte, a svajcer ikerlányok közreműködésével, akik megadták a módját és szép viselettel tisztelték meg az óvodák napját Szőkénben. Amíg odafenn folyt a vigasság, addig a szakásnéni bekészítette a nap folyamán megsütött süteményt, és a táncban kiszáradt torkok sem maradtak szárazon. Az ebédlőben nem csak a pocak telt meg, de az asztalhoz telepedve a kézműves foglalkozás is beindult az évszaknak megfelelő tematikával. Hát, ilyen volt nálunk az óvodák napja, melyet megtisztelt jelenlétével Víg Gábor polgármester is. Reméljük, a folytatás sem marad el, és jóvó novemberben ismét megtartjuk az óvodák napját.